Magyarországon így szerencsén és szűke pátriánkban is egyre több család él a létminimum alatt, a munkahelyek hiánya miatt magas a munkanélküliségi ráta, bár a szülők mindent megtesznek azért, hogy a szeretet mellett az alapvető dolgokat is meg tudja adni gyermekeiknek. Hosszúné Karasz Krisztina a civilek a szerencsi rászorultakért közösségi oldal megálmodója, a pünkösdi hétvégén kilakoltatott szerencsi család történetén és élethelyzetén felháborodva döntött úgy, hogy létrehoz a legnagyobb közösségi portálon egy olyan oldalt, ahová bizalommal fordulhatnak a létminimum alatt élő családok. Az önkéntes segítőt minden nap egyre többen keresik meg privát üzenetben, telefonon, hogy segítsen nekik kilátástalan helyzetüket megoldani. Igazándiból, ami beindította a dolgokat, a pünköskor kilakoltatottak esete volt. Hát olyan vegyes érzelmeket hozott ki belőlem, tehát nagyon megsajnáltam őket. Tartósan munkanélküli voltam, tehát volt alkalmam arra, hogy átértékeljem azt a helyzetet, amiben vagyok. Emiatt nagyon is szomorú lettem, sőt, teljesen depressziós. Aztán rájöttem arra, hogy tehát más emberek is rossz helyzetben vannak, és nekem ez egy plusz jó, hogy nekik segíthetek. Nem konkrétan én, hanem a közösség tagjai. Tehát összefogással a közösség tagjai. Kik azok, akik hozzád fordulnak segítségért, és milyen segítséget szoktak általában kérni? Általában szerencsén a sok gyermekes édesanyák, és inkább a ruhaneművel van gondjuk. Bár mondjuk megkerestek az ügyben is most a hétvégén, hogy tartós élelmiszer, stb. Tehát ilyen jellegű problémák még akadnak. Vannak családok, akik albérletben laknak, oda ágy kellene, tehát nem egy olyan helyen voltam, ahol ágybetéten alszanak a családtagok. Mi az, amire szükség lenne? Igazándiból, tehát ahhoz, hogy ez az egész dolog működjön, ahhoz én magam jóformán kevés vagyok, tehát egy-egy civil felajánlja azt, hogyha adományért kell mennünk, vagy adományt kell levinnem, hogy fuvarügyben segít, de viszont vannak nagyobb dolgok is, tehát ilyen, hogy bútorszállítás, ennek a tárolása, ez megoldhatatlan, mivel én egy kis melléképületbe tudom tárolni a felajánlásokat. Itt max. 10-12 zsák ruha van most nálam, de ez is problémát okoz, tehát igazániból a bútort nem tudom hova rakni, nem tudom hol tárolni, ez marad a felajánlónál, de viszont ő is azért ajánlja fel, mert éppen lecserélte, és akkor kellene neki a hely. Tehát fennáll a veszély, hogy az ilyen felajánlások, ami nagyobb dolog, tehát bútor, asztal, szék, stb., az úgy elkallódik, és akkor esetleg egy rászoruló család hasznát tudná venni, de így valahova kilökik a szeméttelepre. Kik azok, akik segítenek a rászorulókon? Igazándiból eltelt fél év lassan, hogy az oldal megalakult. És nekem tapasztalatom azt is elmondhatom, hogy ebben az időszakban szintén olyan helyzetben lévő emberek segítették az embertársaikat, akiknek szintén nem megy jól a helyzetük. Tehát én azt mondom, hogy egy szegényebb ember hamarabb átérzi a másik helyzetét is, ha az utolsót is, de odaadja, mert erre is volt példa. Élelmiszer esetében. Pap Melinda az idén költözött szerencse Taktaharkányból, aki 5 gyermekét egyedül neveli. A nehéz sorsú családot a civilek a szerencsirászorultakért oldal üzemeltetője, Hosszúné Karasz Krisztina felkarolta, és a hozzáérkező adományokból támogatta. Fél éve költöztem ide szerencse a gyerekeimmel, és felajánlotta, hogy valami szükségem lenne, akkor segít nyugodtan, szóljak neki. 5 gyermeked van, és egyedül neveled őket. Milyen nehézségeket jelent ez neked? Hát inkább a ruhába kellene segíteni, mert nem tudom megvenni. Hát legfőképpen ruhacsomagokat kaptam, meg játékokat, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki felajánlotta segítségét. Meg Hosszú Karasz Krisztinek is szeretném megköszönni, segített. Hosszúné Karasz Krisztinának nagy tervei vannak az oldallal kapcsolatban, hiszen szeretné alapítványként vagy szervezetként bejegyeztetni, amellyel további lehetőségeket, segítséget tud nyújtani a rászorulóknak. A további adományokat, felajánlásokat szívesen fogadják az oldallal kapcsolatban lévő rászoruló családok.